A Több szemköz című esteken eddig javarész zenészekkel, színészekkel beszélgetett Kovács Dénes. Ez alkalommal azonban egy sportolói volt a főszerep. A Nyíregyházi Sportiskolában nevelkedett Rudolf Gergely, aki Franciaországban vált profi játékossá. A beszélgetésen a közönséget számos titokba beavatta, többek között azt is elmesélte, hogyan szerettette meg vele édesapja a focit. Ők úgy emlékeznek vissza, hogy még szinte járni se tudtam, de már fociztam. Nagyon korán elkezdtem focizni, és amint, amint elsős lettem, azt hiszem, ott onnantól kezdve pedig bár csapatban is játszottam első edzőmnél, akire nagyon szívesen emlékszek vissza Hajdú Józsi bácsira. Nála kezdtem el a rendes mond, klubfutballt. A válogatott focista mesélt arról is a közönségnek, hogy a szokásokkal ellentétben ő hátvétként kezdte, később került a csatásorba a csapatban. Hat évet töltött a francia foci akadémián, így jól ismeri az ottani viszonyokat. Többek között szenegáli, kameruni, algériai fiúkkal tanult együtt, és mivel nagyon sokan szeretnének bejutni az akadémiára, az edzéseken élethalál küzdelem folyik. Úgy véli összetett képzést kapott ott, és megtanulta a foci iránti tiszteletet is. Nyolc évig élt Franciaországban, ebből öt évig profi csapatban játszott. 22 évesen jött haza Magyarországra, a Debreceni Lokiban folytatta pályáját. Az egész karrieremet úgy, ahogy van, szeretem. Nyilván voltak nagyon jó döntéseim, volt kevésbé jó döntéseim, lehetett volna másképp is. Összességében, mondjuk, összességében én büszke vagyok arra, amit elértem, és... Uh, nyilván a válogatottság az, ami úgy gondolom, hogy egy uh, focista vagy akár egy sportoló életében is meghatározó, és uh, ez a csúcsa, ott gólt szerezni válogatott mezben, de akár a bajnokok ligája uh, csoportkörben játszani ilyen neves csapatok ellen, vagy az olasz bajnokságot is kiemelhetem, de nyilván nem lebecsülendőek számomra, és nekem nagyon nagy, jön, nagy értékek az a magyar bajnokságot, amikor nyertünk a Debrecennel, a kupát, ezek, ezekre mind szívesen emlékszek vissza. Az elkövetkező hetekben keddesténként izgalmas programok várják a Bentféla közönségét. Legközelebb Oberfrank Frank Pál színművész, színházigazgató, Radnóti esét láthatja a nagyérdemű, azt követően Márton András színművész, a Pezel részfúvós kamara együttes és Sutkai Csaba lesz a villavendége.